A karcagi városi önkormányzat 499,99 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretén belül. A TOP plusz kötőjel 1.2.1 kötőjel 21 kötőjel JN1 kötőjel 2022 kötőjel 00015 azonosító számú Nagyvénkerti városrész fejlesztése című pályázatán. A támogatás segítségével karcagvárosi önkormányzat mind kedvezményezett az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani. Nagyvénkerti családi házas övezet csapadékvíz elvezetése, betongördeszkapálya építése, valamint műfüves játszótér kialakítása a nagyvénkerti lakótelepen. Ohájó téri parkolók és térburkolatok felújítása, okospad elhelyezése, okos zebrák kialakítása az Ohájó téren. A kórház utcai közút felújítása a körforgalomtól a Zöldfa utca kereszteződéséig. A fejlesztés eredményeként megoldódik a nagyvénkerti öblözet csapadékvíz elvezetése. Megújul a kórház utca, illetve az Ohájó tér burkolata, a szomszédos kórház jobb minőségű úton történő megközelítésének biztosítása, emeltebb minőségű közúti kapcsolatok létesítése érdekében. Az Ohájó téren három darab okos zebra létesül, a gyalogátkelő helyek biztonságosabbá tétele érdekében. A gördeszkapálya a Kossárliget mögött, az új játszótér pedig a Kórház utca 12 szám mögötti területen kap helyet. A kialakítandó játszótér területén lévő elavult homokozó elbontásra kerül. Új játszótér, valamint komplett, zárt táblás ipari kerítésrendszer létesül.